Az, hogy ezeken a rendezvényeken hogyan és kiknek lehet majd részt venni, egyelőre csak találgatják a szervezők is. A legtöbben azonban már a tervezés során figyelembe veszik azt, hogy valószínűleg egész nyáron érvényben lesz a jelenlegi szabály, amely szerint csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára lesznek nyitottak a kapuk. Mi arra készülünk, hogy a városi rendezvények is könnyen lehet, hogy csak ellenőrzött oltási igazolvánnyal rendelkezők számára lesz elérhető. Ha ez így lesz, akkor fontos, hogy annak ellenére, hogy egy rendezvény például ingyenes, könnyen lehet, hogy az oltási igazolványt ellenőriznünk kell majd, és csak az vehet részt egy ingyenes kulturális programon is, aki oltási igazolvánnyal rendelkezik. Ez a helyszínválasztás szempontjából is fontos, hiszen olyan helyszíneket próbálunk valamennyi ilyen rendezvény számára kiválasztani, ami egy ilyen beléptető rendszerrel koordinálható, hogy mennyien vannak bent és kik vannak bent. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szinte minden nagyobb településen rendeznek fesztiválokat, vásárokat, koncerteket. Vásárosnaményban bíznak abban, hogy egy év kihagyás után ismét gazdag programot tudnak kínálni a városban élőknek és az odalátogatóknak. Nagyon komoly előkészületek folynak, hiszen nagyon sok olyan nyári programunk van, gondolok itt a zuárnapi sokadalomra, vagy a tiszaparti programunk leporolására, amely kapcsán először augusztus 20-án, 21-én egy nagyszabású programmal, Republik koncerttel és egyéb közösség szórakoztató programokkal várunk mindenkit Gergely-Ugornyára, míg a zuárnapi sokadalom szeptemberre csúszik át, szeptember 17-18-ára, ahol is ismerős arcok és Rózsa Magdi koncerttel várunk majd mindenkit. Persze hagyományos hagyományőrzés, hagyományápolás, a népi kultúra, a beregi táj szépségének a megismertetése az ide érkezőkkel, valamint egy újfajta közösségformálás is be kell indulni, hiszen valljuk be, hogy az elmúlt egy esztendő teljesen kizárta a közösségi találkozásokat és érintkezéseket. Jelen állás szerint ugyan a tavalyinál sokkal szabadabb nyár elé nézünk, a vírus helyzet miatt még mindig nagy kockázatúak a tömegrendezvények. Egyelőre úgy tűnik, augusztus közepéig csak az látogathatja a koncerteket, rendezvényeket, aki érvényes védettségi igazolvánnyal rendelkezik.